az így keletkező állomány neve legyen. Körlevél 44, és akkor ezt így lementem. És most nézzük meg, hogy mi történik abban az esetben, hogyha én ezeket a dokumentumokat megnyitom, tehát bezárom és utána megnyitom. Tehát van egy adatforrásom, ami ugye így néz ki, megnézzük. 10 rekordnak kell benne lenni egy táblázatban, és még a Word táblázat kezelő részével nem foglalkoztunk, de majd az is sorra kerül. Így néz ki. És akkor ebből olvassa be az adatokat az állomány, és ha ezt megnyitjuk, akkor megnyitjuk még ezt is. És nézzük csak meg, hogy milyen üzenet jelent itt meg nekünk. Azt mondja, egy dokumentum megnyitására elindul az alábbi SQL parancs. Select csillag from adatforrás, az adatban kerülnek, a folytatja a műveletet, igen. De jó, hogy az adatbázis kezelést már tanultuk, legalábbis azok, akik velem végig járták az adatbázis kezelést, és akkor ugye ez a kész körlevél, ebben szakasztörések vannak, ebben viszont csak egyetlen ez a törzs dokumentum, ez viszont hozzáfordul dinamikus adatkapcsolattal az adatdokumentumhoz. Tehát ebben élő kapcsolatok vannak a levelezésnél, itt viszont nem. Tehát itt ez a kapcsolat, ezt most be is bizonyítom, ugye itt a rekordokat tudjuk léptetni, míg a másikban a rekordokat nem tudjuk léptetni, mert hát ez egy kész dokumentum, ez nem a törzs dokumentum. Nagyon fontos az, hogy lássuk, hogy melyik dokumentumnak mi a szerepe a körlevelezésnél. Azt gondolom, hogy ennyi erről elég volt. Következik, ha jól emlékszem, vagy a táblázat, vagy a szakaszformázás, majd meglátjuk, hogy melyikkel folytatjuk.